Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! Az öt tapasztalt, már több önkormányzati ciklusban bizonyított képviselő, öt tetrekész felkészült, a saját pályáján már bizonyított szakemberrel egészül ki, jelentette ki dr. Áldozó Tamás polgármester a Fidesz irodában tartott képviselőjelölt bemutató sajtótájékoztatón tegnap délután. A városvezető elmondta, ő maga most nem indul egyéni választókerületi mandátumért, csak a polgármesteri címért. A Fidesz-KDNP képviselőjelölti csapatát Szabadkai Verita, dr. Töreki Vörös Ibolya, Bocskai László, Bakos László, Vencel Csaba, dr. Vajcsuk Mária, Németh Zsolt, dr. Gulyás János Zsolt, Unger Tamás és Zsegraics Gyula alkotja. A kampányfotózás izgalmas és vidám percei előzték meg a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeinek bemutatását tegnap délután a főutcai Fidesz irodán. A jelölteket dr. Áldozó Tamás polgármester mutatta be a sajtó képviselőinek, és köszönetet mondott azon képviselőtársainak, akik már nem indulnak az októberi választáson. Szeretnék köszönetet mondani Herman Istvánnak és Máté Istvánnak. Ők egyaránt 7-7 alkalommal nyertek önkormányzati választáson. Szeretném megköszönni Császár Endre munkáját, aki 6 alkalommal győzött a választásokon, és dr. Péntek Árpádét, aki 5 alkalommal szerzett mandátumot a választókerületében. Az új csapatban 5 új és 5 már ismert képviselő méreti meg magát jelöltként. Dr. Áldozó Tamás nem indul egyéni választókerületi mandátumért. 5 tapasztalt, már több önkormányzati ciklusban is képviselőként dolgozott, bizonyított képviselőtársamat, másik 5 tetrekész, felkészült, a saját pályáján már bizonyított szakember fog kiegészíteni. Az új jelöltek között vannak orvosok, van tanár, közművelődési és közlekedési szakember. Az új jelöltek akár csak a régiek, felkészült köztiszteletben álló, a szakmájukban jártas és elismert emberek, akik képviselőként a munkájuk során megszerzett tudásukat, tapasztalataikat a pápai közösség javára szeretnék kamatoztatni a jövőben. Az egyes számú választókerület jelöltje Szabadkai Verita, a JMSK igazgatója. A kettes választókerületben dr. Töreki Vörös Ibolya, a Pápai Kórház igazgatója. A hármasban Bocskai László, a négyesben Bakos László, a Volán vezénylőtisztje indul. Az ötös választókerületben Vencel Csaba, a Tarci iskola igazgatója. A hatosban dr. Vajcsuk Mária, gyermekgyógyász házi orvos. A hetesben Németh Zsolt, a Tűr István gimnázium igazgatója. A nyolcas dr. Gulyás János Zsolt belgyógyász kardiológus méreti meg magát. A 9-es választókerületben változatlanul Unger Tamás alpolgármester, a 10-esben pedig Zsegraics Gyula vállalkozó kívánja elnyerni a szavazók bizalmát. A mi csapatunk erős és összetartó, de erős és lendületes. Erős, mert nem külső kényszerek sodortak össze bennünket, hanem ugyanannak az értékrendszerének a vállalása kovácsol egy csapattá bennünk. A mi csapatunk tagjai között korábban sem voltak ellentétek, minket nem a mások gyűlölete, hanem a közös célokért való tenni akarás, a városunkba vetett fenntartások nélküli hit kapcsol egybe, és ennek megfelelően szeretnék a jövőben dolgozni. A jelölt jelölteket dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is méltatta. Mint mondta, a rendszerváltás óta zajló fejlődésnek valamennyien részesei voltak a saját területükön, és képviselőként is a városért fognak dolgozni. Gratulálok a jelölt jelölteknek, hiszen minden közéleti szerepvállaláshoz kell némi bátorság. Én szívesen ajánlom a figyelmükbe az itt jelenlévő képviselőjelölteket, és reméljük, hogy ugyanezzel a csapattal fogjuk majd a közös munkát végezni, hiszen én a magam részéről felajánlom továbbra is azt a segítséget, amit eddig a városért tettem. A Fidesz-KDNP szeptemberben mutatja be Eszterházy 2035 nevet viselő programját, kampányukat pedig sok személyes találkozásra építik. A magyarság összetartozásának jegyében szervezett programok várták az érdeklődőket nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan augusztus 19-én és 20-án a város több pontján. A Vadvirág Néptánc Együttes mellett erdélyi, vajdasági, felvidéki táncosok is felléptek a rendezvényeken. Folklorgála, ünnepi műsor és folklor ihletésű divat bemutató is szerepelt államalapító Szent István ünnepének programjában. Kárpát hazánk címet viselte a program sorozat. Augusztus 19-én a főtérre várták az érdeklődőket egy folklorgálára.
A Vadvirág Néptánc együttes mellett fellépett az Erdélyből érkezett érsemjéni ezüstperje, a tordai kincsünk a Vajdaságból és az ógyallai bellő a Felvidékről. Pontosnak tartom, meg mi is tartjuk, mint ógyallaiak a testvérvárosi kapcsolatok ápolását. Pápa ugye már évek óta testvérvárosként szerepel. Nagy szeretettel látjuk őket, hogyha hozzánk látogatnak, és mi is szívesen jövünk, hogyha hívnak. A táncosokat dr. Áldozó Tamás polgármester is köszöntötte, és átadta azt az oklevelet, mely bizonyította, hogy a Vadvirág Néptánc Együttes a pápai értéktárban szerepel. A fellépők három blokkban mutatták be műsorukat, majd táncházba invitálták a jelenlevőket. Augusztus 20-án az Erzsébet-ligetben volt az ünnepi műsor. Dr. Áldozó Tamás polgármester mondott beszédet, a műsort pedig az Irodalom és a Néptánc jegyében szerkesztették. Közéleti Események című magazinunkban láthatnak ma összefoglalót erről a programról. Az országzászlónál tartott koszorúzást követően az Eszterházi kastély udvarára várták az érdeklődőket egy rendhagyó programra. Népviseleteket és folklór ihletésű ruhákat láthatott a közönség a divat bemutatón. Három blokkból állt a bemutató a Honnan Hová jegyében. A népviseletek mellett Ambrus Réka ruháit mutatták be a fiatalok. A tervező, kivitelező a magyar motívumkincset használja fel ruhái készítésekor. Első körben megmutatunk néhány eredeti viselet darabot, illetve újra gondolt olyan népviseletet, amit manapság még népviseletként hordunk a színpadon, hogy lássa a közönség azt, hogy hova fog majd eljutni ez a kör. A második blokkban érkeznek majd az elegáns ruhák, és a harmadik blokk lesz a lezserebb, a pólós, a hétköznapi viseletek, illetve ruhadarabok. A népviseleteket a pápai és a vendég néptáncosok, Ambrus Réka ruháit pedig a Vadvirág tagjai mutatták be. Tisztasági meszelés, vizes blokk és csoportszoba felújítás, fűtéscsere, aszfaltozás. Ezek voltak a legfontosabb munkálatok, amelyeket a pápai városi óvodák tagintézményeiben elvégeztek a nyári szünet idején. A felújítások önkormányzati alapítványi támogatásokból valósultak meg, de a szülők is segítettek, hogy szeptemberre megszépüljenek az óvodák. A pápai városi óvodák tagintézményeiben a nyári időszakban rendszeresen történik tisztasági meszelés, festés, hogy megszépült helyiségekben várják szeptemberben a gyerekeket. Az ütemezett karbantartások mellett viszont évről évre történnek felújítások, beruházások is az intézményekben. Ezeknek egyik forrása az önkormányzati támogatások. Nagyon örülünk neki, mert több mindenben segített az önkormányzat, mint minden évben. Elsőképpen kiemelném azért a Nátus kerti óvodában történt beruházást, ahol egy uvi sportpálya került átadásra. Emellett a beruházás mellett a két tonyalakú óvoda a másik legnagyobb az idejében, hiszen gázközponti fűtés bevezetése történt meg. Az önkormányzati beruházások mellett egységesen két fő fejlesztésre került sor az óvodákban. Egyrészt a vizes blokkokat újították fel, illetve a Huszár lakótelepi, az Erzsébetvárosi és a Szivárvány óvoda udvari bejáratát aszfaltozták újra. Elég nagy munkálat volt, és elég magas költséggel is járt, de nagyon örülünk neki, hogy így már azért egy biztonságos bejáratot tudtunk az óvodákba megteremteni, és mindemellett azért gondoltuk, hogy kihasználjuk ezt a klassz aszfaltot, és a gyermekeknek pedig egy kresszpályát fogunk még ezen felfesteni. Csákvári Judit elmondta, sokat segítettek a felújítások során a gyermekek szülei és a karbantartók is, akár a festésben, akár a szerelési munkálatokban. Minden éven kiválasztunk egy-egy csoportszobát, amit szinte teljesen felújítunk, és ma reggel néztem meg ezt a pillangó csoportot a Vajda óvodában, hát öröm volt belépni, hiszen a padozattól a festésig, burkolatig minden megújult, megszépült. A 2019-2020-as tanévben közel 270 új beiratkozó kisgyermeket várnak a pápai városi óvodák megújult tagintézményeibe. Kedves nézőink, hírműsorunkat a Város velünk épül hír összefoglalóval folytatjuk.
Megkezdődött a körforgalom építésének előkészítése a Győri Szent István Várkert téglagyári úti csomópontban, és a Győri úti kerékpárút felújításhoz szükséges tereprendezés is elindult. A munkálatok a Fenntartható Közlekedés Fejlesztés Pápán című Európai Uniós projekt keretében valósulnak meg, melyhez 500 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat. A mostani beruházás 265 millió forintba kerül. A forgalomkorlátozást és az építési munkákat jelző táblák már kikerültek a csomópontba, és a munkaterület előkészítése is zajlik. Ez a leendő körforgalom a városnak egy hasonló közlekedési súlypontja, mint a Csóka, vagy mint például a Víztorony előtti terület. És ugye azzal számolunk hosszú távon, hogy a téglagyári út szerepe fel fog értékelődni, hisz valószínű, hogy a városnak a Győr irányából kialakuló új bevezető szakasza az majd a téglagyári út lesz. Tehát a téglagyári út, a Szent István út és a belső elkerülő a Várkert út kereszteződésének a forgalom szervezésére, a nagyobb kapacitásnak az átengedésére időben fel kell készülni, és ezek a munkák fognak majd most megkezdődni. A kivitelező ma reggel vonult fel a területre, tudtuk meg Molnár Istvántól, a városfejlesztési osztályvezetőjétől. Neki áll a közműkiváltásokat elvégezni, és a fakivágásokat is megcsinálja. A megépítendő körforgalom méretét a várható gépjárműforgalom nagyságához igazítva tervezték meg a szakemberek. A lehető legnagyobb átmérőjű kört helyezzük itt el, emiatt az Édász telep helyére egy darabot meg kellett vásárolnunk. Mindegyik kanyarodó ág úgy fog beérni a körforgalomba, hogy enyhe ívvel, tehát lesz egy bizonyos forgalomkorlátó sebességcsökkentő hatása is neki. A mostani munkafázisban a Győri úti kerékpárutat is felújítják a projekt részeként. Egy rendkívül leromlott állapotú többször javított kerékpárutunk van, a fák több helyen felnyomták a burkolatot, ezt több helyen foltozni is kellett. Emiatt a fákat ki fogjuk vágni, majd megépül a kerékpárút, ami egységes, sima burkolatot fog biztosítani. Az új kerékpárút egyben gyalog kerékpárút is lesz, tehát a kellő szélességgel fog megépülni. A csomópontban most a közlekedésfejlesztési projekt munkálatai zajlanak, de több nagy beruházás helyszíne is ez a környék. Ahol most vagyunk, ez a terület a területi operatív program pályázataival többszörösen érintett, hisz itt összeérnek azok a beavatkozási területek, amik három nyertes pályázatnak a esetében jelentenek majd munkákat. Itt van a zöldváros projektek, itt a leendő rekreációs központ kialakítása fog majd megtörténni, és a közlekedésben pedig ezeknek a fókuszába itt egy új körforgalom. A csomópont környékén a következő hónapokban forgalomkorlátozásokra, terelésekre, lezárásokra kell számítani. A városvezetés és a kivitelező a közlekedőktől fokozott óvatosságot kér. A most megépülő projekt elemek mellett további beruházásokat is tartalmaz a Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pápán című projekt. Ezek előre haladásáról adott tájékoztatást Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Ügyvezetője. Körforgalom, lámpás kereszteződés, gyalogos átkelőhelyek, településkapuk, kerékpárutak. Ezeket az elemeket tartalmazza a közlekedésfejlesztési projekt. Az első körben a közbeszerzés által azokat a gyalogátkelő helyeket pályáztattuk meg, nevessül ötöt, amelyek a már megvalósultak, így az 5. utca Nagyváradi utca sarkán, a Batthyány utca Sárkány utca sarkán, a Gyimóti út és a Dózsa-György út sarkán, illetve Borsos-Győrön, Tapolcafőn, valamint az Erkel utca és a Munkás utca kereszteződésében. Ezek a gyalogátkelő helyek elkészültek, a befejezése az ez év január 30-ig megtörtént. A Győri Szent István téglagyári Várkert úti csomópont körforgalmának építése most kezdődött meg a Győri úti kerékpárút felújítással együtt. Ezzel egyidejűleg ugyan a közbeszerzési eljárás megindult, és a kiírás is megjelent a további elemekre. Ez a téglagyári úti kerékpárút, az Erkel utca és a Somlay út kereszteződésében a lámpás kereszteződés, illetve a városkapuk, amely a Somlay úton, illetve a Borsos-Győr táblát megelőzően készült volna el, azonban ezekre vagy nem érkezett ajánlat, vagy egy ajánlat érkezett, és ebből adódóan ezeket az elemeket újból ki kell írnunk kivitelezői közbeszerzésre. Az újabb közbeszerzési eljárás előkészítése is zajlik már.
most éppen ott tartunk, hogy várhatóan szeptember közepe második felére újból meg fog tudni jelenni az a közbeszerzési eljárási felhívás, amiben reményeink szerint a kivitelezők pályázatot fognak benyújtani ezekre az elemekre. Legalább 2 darab kivitelezői pályázatra van szükség elemenként, tehát valamennyi elemre legalább 2-nek kell lenni, illetve a legalább 1 olyan pályázatnak kell érkezni, ami mind tartalmi, mind formai szempontból az előírásoknak megfelel. Amennyiben ezek teljesülnek, akkor eredményesnek mondható a közbeszerzés, és az utóellenőrzést követően a szerződéskötés után elkezdődhet a kivitelezési munka. Az optimális ütemterv szerint november végére lehet kivitelezője a további munkálatoknak. Elkészült a területrendezés a Mézes Kalács utcában, az óvoda kerítés mellett. Mint ismeretes, nyáron járdafelújítás zajlott az utcában. A munkagépek és építőanyagok miatt sérült a kerítés melletti füves terület, s ott alakítottak ki egy parkolásra is alkalmas murvás felületet. A kivitelezést a városgondnokság végezte, mostanra pedig már birtokba is vették a területet a gépkocsi vezetők. Ma ebéd után éppen üres volt a murvás terület, de reggelenként és délutánonként sok jármű áll itt. Főként az óvodába járó kisgyermekek szülei parkolnak itt. Az első tapasztalataink teljesen pozitívak. Birtokba vették már ezt a területet, ami a területrendezés következtében egy nem parkoló, hanem autók megállására alkalmas területet alakítottunk ki. A terület kialakítását a városgondnokság végezte alvállalkozó bevonásával. A 45x5,5 méteres felületet körbeszegélyezték, és kialakították az úttesthez való csatlakozást is. Ez a murvás terület, ez közel olyan 250 négyzetméteren lett kialakítva. Ez alkalmas közel 20 autónak a befogadására, és a városgondnokság munkájával együtt ez körülbelül 2 millió forintba került a városnak. A terület kialakításával az volt a cél, hogy az óvoda előtti tiltott és balesetveszélyes megállásokat, parkolásokat megszüntessék. A reggeli, illetve a délutáni órákban, ami miatt ki is alakítottuk ezt, hogy ne az óvoda bejáratánál és a szövetkezett utcának a forgalmát ezzel akadályozva álljanak meg a kedves szülők akkor, amikor az óvodába hozzák a gyermekeiket. Ezt birtokba vették már és használják, és ezt szívesen használják, ugyanis az úttesten nem kell a gyermekeket átkísérni, és ennek következtében a balesetveszélyt teljesen elkerüljük, meg tudjuk óvni a szülőket is, illetve ami legfontosabb, a gyermekeket is egy esetleges véletlen balesettől. A parkolása a város több területén is nehézkes, néha szükségmegoldásokat kell elfogadni a rendkívül megnövekedett gépjárműforgalom miatt. Lakótelepeken, szinte valamennyi intézmény környezetében folyamatosan visszatérő probléma, hogy nem lehet könnyen megállni autóval. Ezek olyan részei a városnak, amik évtizedekkel korábban épültek, és egészen más gépjárműforgalomra tervezték őket. És nekünk kényszer megoldásokkal kell végleges megoldások irányába elindulnunk. Nyilván ez nem egy kiépített parkoló, bár van szegélye, de nem egy burkolt felület. De itt látjuk azt, hogy szemben más murvás megállóhelyek is tele vannak autóval, és funkcionálisan ez jól működik. Reméljük azt, hogy itt ebben a környezetben itt a óvodának a működését, a közelbe található kliknek a működését, illetve akár a pályának a forgalmát jól fogjuk tudni majd szolgálni. Dr. Áldozó Tamás hozzátette, keresik a megoldást a parkolási nehézségekre a közeli lakótelepeken is. Jól le kell tudni határolni nekünk azokat a területeket akkor, amit zöld területként tartósan meg akarunk óvni, azoktól, amiket az autók megállására tartunk fenn, és később mind burkolt felületi parkolóval alakítunk ki. Hát ezeket a közeljövőben meg fogjuk csinálni, mert ugye időközben nekünk lett egy erős közterületfelügyeletünk, akitől el is várjuk azt, hogy a szabályokat betartassa, de nyilván ott lehet a szabályok betartását megkövetelni, hol a feltételeket is megteremtjük arra, hogy azok a szabályok követhetőek legyenek. A Mézeskalács utcai terület kialakításáról és a nyár közepén megépült járdáról a városrész önkormányzati képviselője elmondta,
Az itt élők és az erre közlekedők elégedetten nyilatkoztak a fejlesztésekről. Híreink után most következzen néhány szó a holnapi időjárásról. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik sokfelé a napsütést, a nap első felében északnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok, másutt azonban száraz marad az idő. Az északi, északkeleti szelet keleten kísérhetik élénk erős lökések. Délután 24-33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, délkeleten lehet a melegebb. Pénteken is túlnyomóan fátyol felhős időre, szűrt napsütésre készülhetünk, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, délután 29-35 fokig melegszik majd a levegő. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója szerdán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!